Sal, de hát Clerhen, Sunrise, a Röppen, Glendo is. Ez a jó esély. Start, elindult a futam, kikeríts egy kicsit, ott marad a gépnél a start pillanatában, egy jó 5-6-os hátrányt szed magának össze. Az első néhány száz métert megtételét követően pedig úgy tűnik, hogy majd talán Sunrise lesz az, aki elmegy vezetni. Sunrise mögött ott van Röppen, Babér Rózsa, Glenda, Clerhen és a favorizált Zorro Dark, ez a lovak sorrendje. Kikeríts pedig próbálja faragni egy kicsit a hátrányát, és úgy tűnik, hogy utol is éri most már a bolyt, amikor a túlsó egyenes közepe felé halad a mezőny, és a legutóbb nyerni tudó Sunrise továbbra is diktálja a tempót. Fél hosszal mögött azonban ott van Röppen, Sunrise és Röppen, majd Babér Rózsa bent a falon, Clerhen, kívülről jön Glenda, majd Zorro Dark, kikeríts a lovak sorrendje, amikor az utolsó 1000 métert kezdi a Goodwood Handicap mezőnye. Sunrise még mindig vezet, azonban Röppen folyamatosan próbálja őt támadni. Sunrise és Röppen, Babér Rózsa elmegy most már Glenda mellett, feljön a harmadik helyre, Clerhen csúszik visszafelé, Önci Rebekával már csak a hatodik helyen, Zorro Dark előzi, kikerít sem nagyon tud jönni, hát Clerhen is kikerít helyzete tűnik, nagyon-nagyon nehéznek az utolsó 600 méter kezdetén. Sunrise mellől fáradni látszik, úgy tűnik Röppen, jól jön Glenda, Babér Rózsa is jól tartja magát, Zorro Dark pedig egyre az ötödik pozícióban, amikor már a befutóra fordul a Goodwood Handicap mezőnye, és Sunrise még mindig vezet, Röppen megint megpróbál elindulni. Sunrise, Röppen, Babér Rózsa fut, nagyon-nagyon jó versenyt, ő lett majd a meglepetés a futamban. Próbál jönni Glenda, illetve próbál jönni Zorro Dark, amikor a távoztophoz ér most már a mezőny. Sunrise még mindig vezet. Jól jön Babér Rózsa, ott van még mindig Röppen, elindul Glenda, elindul Zorro Dark. Sunrise azonban egyelőre nem nagyon tudják megközelíteni. Sunrise fogja megnyerni a utolsó futamat Pajs Gáborral. Zorro Dark érkezik a végén Babér Rózsára, talán a második helyet meg fogja csípni. Sunrise azonban már nem lesz veszélyes. Sunrise tud duplázni a Goodwood Handicapben és győz. Mögötte a második helyre bejön Zorro Dark, harmadik lesz végül Babér Rózsa, aztán Glenda, Röppen, Clerhen és kikerics. Hát Sunrise igazolta teljesen a papírformát, Pajs Gábor pedig nyerni tudott végre, ugye hát az előző futama majdnem egy nagyon komoly meglepetést okozott. Most biztosabb ez a siker, okozott. Mint legutóbb, és megint egy kisebb mezőny, és hát ha mondtunk két outsidert, akkor rögtön ott van Babér Rózsa. Én konkrétan inkább csak őrá gondoltam, mint akinek a legnehezebb a helyzete. Ahogy ez lenni szokott, ott is van az első háromban Babér Rózsa, de hát ugye Fézernek, ahogy a nap elején azért mondtuk, aranyjá válik szinte minden ló a kezében, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok esetben ez a helyzet. Babér Rózsa nagyot fut. Figyelem, a tizedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. Hármas, hatos, négyes, ismétlem. Hármas, hatos, négyes. Hármas, hatos, négyes. Ez tehát a befutási sorrend. Szent Tamási siker. Így a program végére. Hát a végén úgy lesz ebből, hát egy jó két hossz, hogy 50-től nem nagyon kell már forszírozni. Befutóban.